Sziasztok! Van egy nagy hírem. Ez a hír nem egészen új. Egész hát él, talán nem soha, hát kicsit régi. De nekem új. Ugyanis konkurenciája készülődik a Simsnek. Nekem semmi bajom a Sims-el, én a Sims-en nőttem fel, nagyon szeretem a Sims-et, de úgy érzem, hogy a Sims 4 már kezdett, hogy bizony, hogy kicsit elhanyagolják a dolgokat, a kiegészítőt, mindent, hogy a játékot hogy elhanyagolják a készítők, vagy nem tudom. Na mindegy, a lényeg az az, én már úgy vártam, mondom, mikor csinál már valaki neki konkurenciát, és eljött a nap. Bár igaz, még csak nagyon az elején tartanak, úgyhogy idén valószínűleg nem jön ki, talán jövőre se, nem tudják, hogy mikor jön még ki, és meg csak páran dolgoznak rajta. De megnéztem pár ilyen videót, amiben már mutatják, hogy hol tartanak, és ott egész jókat látni. Az a neve a játéknak, hogy Paralives. A YouTube-on van is csatornájuk, ahol meg lehet találni, hogy megmutatják, hogy hol tartanak, meg miket csinálnak. Most egyelőre még az építkezésnél tartanak, mutatják, hogy mennyire lehet álligatni a dolgokat. És egyébként szerintem már jobban néz ki, mint a Sims 4. Persze grafikailag nem, de úgy, ahogy használni lehet, ahogy építeni, olyan érdekes, ahogy így gondolkodik, ugye, úgy érzem, hogy ilyen teljesen új, ugye a Sims-en nőttem fel, a Sims-hez vagyok hozzászokva, és ez meg egy teljesen másik ötleteket ad, meg végig viszont nagyon hasonló is a Sims-hez, bár a játékkészítők azt szeretnék, hogyha nem lennének hasonlítgatva a Sims-el, de ez elkerülhetetlen, mert nagyon-nagyon hasonló lesz a játék. Amit még nem csináltak, a karaktereken nem dolgoznak még, vagy nem töltöttek fel róla videót, és nekem igazából azon esik, vagy azon bukik a játék, hogyha tehát a karaktereknek jónak kellene az interakcióknak a karakterek között, milyenek lesznek a kapcsolatok, meg ilyesmi. Szóval nem vagyok nagy építkezés, úgyhogy nekem inkább ezek fognak számítani, úgyhogy kíváncsian várom, hogy fog kinézni, hogy milyennek, ők milyennek fogják ezt megcsinálni. Valószínűleg grafikailag nem fogok tartani, mint a Sims 4, de hú de várom, pedig nagyon tehát még sokat kell várni. De nagyon várom, és annyit is szoktak kérni, hogyha ki szeretnénk fejezni azt, hogy mennyire várjuk a játékot, akkor Steamen hozzá tudjuk adni a wishlistünkhöz, és akkor ez úgy nekik egy valamiféle feedback. De ja, eljött a nagy nap, amikor elkezdenek dolgozni a Sims-nek a konkurenciáján, és amint a játék kijön, ami lehet, hogy két év múlva lesz, vagy lehet, hogy több, de amint kijön, megveszem, és itt megmutatom a csatornán, játszunk vele, és megnézzük, hogy milyen, és a Paralives játék. Plusz még annyi, hogy a Paralives-ot úgy tervezik, hogy úgy fog kijönni már, hogy lesznek neki évszakai, állatok lesznek benne, hajózni lehet, meg hasonló. Tehát ez nem lesznek neki kiegészítő, és úgy tervezik, de egy csomó mindennel jön, tehát már az elején egy csomó minden lesz benne. Úgyhogy, ja. Ebből kifolyólag, vagyis hát innen kiindulva, ugye nem is tudom, nem is régen mondtam azt, hogy hát most nem fog simszezni, mert már unom, meg nincs kedvem hozzá, és igazából már nagyon régóta nem követem a Sims 4-et, nem tudom, hogy mi van velük, vagy nem tudom, hogy milyen kiegészítők vannak. Úgyhogy a minap nem régiben rámentem, na milyen kiegészítői vannak a Simsnek, és látom, hogy van egyetemes, meg van szigetes, tehát egy csomó mindenről le vagyok maradva. És hát ez eléggé meghozta. Ezek olyan dolgok, amiket érdekel, amik érdekel, például a Sims 3-ban az egyetem az olyan tetszett, azt nem tudom hányszor jártam egyetemre a Sims-eimmel, de ki kell próbálnom. Úgyhogy még nem tudok róluk semmit, nem is próbáltam se semmit, de az első reakcióimat majd egy családdal kipatapasztaljuk. Szóval most, ami játéksorozatot csinálok, annak nem soká vége, és utána egy család beköltözik a szigetre, és megnézem, hogy mi újság van. Aztán azt egy kislányuk lesz, aki miután elég nagy lesz, akkor elmegy az egyetemre, akkor megnézem, mi van az egyetemen. Meg van mások is, tehát tudom, hogy valami nem varázslók, nem tudom, mi van. De ugye van a vampírosat ismertem, nem nézd, hogy egy csomó minden van, amire még rá kell jönnem, meg kell néznem magamnak. Úgyhogy a következőkben majd jönnek a Sims-es videók, most így megjött a kedvem. A Paralives is meghozta, meg a kiegészítők is, úgyhogy amint vége Szacsit kalandjainak, amit játszok most, akkor utána jön a Sims, és megnézem, mert semmit nem tudok ezekről a kiegészítőkről, úgyhogy jó hír ez a Paralives, majd akkor nem soká jelentkezek majd még, és addig is sziasztok!